Tisztelettel köszöntünk mindenkit a Gyergyói Hockey Club Dunaújvárosi Acvizikák Erste Ligás mérkőzésen. A csapat bemutatók következnek. Dunaújvárosi Acvizikák, Winnabat 32, 32-essel, Kovács Dávid Már, Winnabat 20, 20-as számmal, Pici és Bedegusz, Winnabat 91, 91-essel, Szaponos Dávid, Winnabat 1, 18-assal, Lőci Árpád, Winnabat 70, 70-essel, Dimitri Budkin, Winnabat 27, 27-essel, Pozsár Már, Winnabat 61, 61-essel, Erdély Botond, Winnabat 77, 77-essel, Török Viktor, Winnabat 13, 13-assal, Szűcs István Gábor, Winnabat 16, 16-ossal, Németh Péter Mihály, Winnabat 19, 19-essel, Benke Dórián, Winnabat 53, 53-assal, Igor Bobcsek, az Erste Liga első találkozója Gyergyószent Miklóson, Gyergyói Hockey Club Dunaújvárosi Acélbikák kezdődik hamarosan. Jelenleg a vendégek játékos keretének felvezetése zajlik, hamarosan pedig egy kicsit ünnepélyes keretek között jön majd a házigazda. Az a házigazda, amely igencsak kicserélődött a tavalyhoz képes, számos távozó, és majdhogy nem ugyanannyi érkező a Gyergyói Hockey Clubnál, aki már egy más arcát mutatta. A felkészülési időszakban igencsak jó eredményeket játszva olyan ellenfelekkel, akik papíron sokkal esélyesebbek voltak. Most pedig a Gyergyói Hockey Club csapatát köszöntsük. With number 33, 33-assal, Rucui Geli. És ha már ünnepélyes keretekről beszéltem, akkor a Gyergyószent Miklósi Step Dance Sportklub táncosai is emelik itt az ünnepi hangulatot. Szerencsére nézők is lehetnek most már. Ugye teltházra nem számíthatunk, alapból 75% telhet meg a jégcsarnokban, és természetesen az érvényben lévő szabályokat betartva lehet bejönni jégkorongmérkőzésre. Hamarosan pedig a hazai csapat is megérkezik. Ugye a jégpálya hangos bemondója már felvezette a vendégegyüttest, sokára pedig a Gyergyói Hockey Club játékosai egyenként lépnek majd be a jégre. Szilasi Zoltán, a Gyergyói HK vezetőedzője mondta azt, hogy nagyjából sikerült teljesíteni azt, amit a csapat eltervezett, amit a szakvezetés tervezett a tavalyi szezont követően, és az idei szezon felvezetési időszakában, felkészülési időszakában az volt a célja a Gyergyói HK-nak, hogy fiatalabb, ugyanakkor fizikálisan erősebb, illetve magasabb csapatot rakjon össze, és hát a vezetőedző elmondása szerint ez sikerült is, noha jöttek alacsonyabb termetű játékosok is, elégítő Brance Orbánra vagy Chris Bodóra esetleg, a finn hátvéd Matthias Haranenre gondolni. A Szilasi elmondása szerint nekik is természetesen megvan a szerepük, és ha már erő, akkor ott van a második sorban szereplő Daniel Tranka, illetve Sárpátki Tamás. Mindenkiről ejtünk majd néhány szót itt a mérkőzés közben. Továbbra is a Gyergyói Hockey Club játékosait várjuk, miközben érkezik a DAB. A Dunaújváros ugye teljesen más kerettel, mint a tavalyi szezonban tapsot kap a gyergyói közönségtől a DAB együttese. Az újrakezdésről szól most a téma Dunaújvárosban. Egy fiatal, úgymond Csikó csapattal vágnak neki az idei szezonnak, bízva abban, hogy odaérik majd ismét a DAB, ahol helye van. Ez egy rendkívül nagy múltú, vastag történelem könyvet lehetne írni a Dunaújvárosi jégkorongról, és ennek a csapatnak fel kell nőnie a klub nevéhez. Ezen dolgozik majd az Acélbikák szakvezetése is. Az ellenfél már jégen, ami esetleg szokatlan lehet a közvetítés nézőinek, az, hogy egy gyergyói hoki klub ebben a szezonban a másik cserepadon foglal majd helyet. Tehát szakítva a hagyományokkal az eddigi vendégpadon.
33-assal Rucuy Gellért az első, amit köszönti a közönség. Rasmus Rinne a következő. Santeri Sari, ő is új finn hátvéd. Sárpátki Tamás, borszéki származású fiatalember a Fehérvár együttesétől érkezett úgymond haza. Sándor Székely Otto itt a napokban jelentette be a Gyergyói Hoki Klub. Győrben vitézkedett. Csilo Arnold pedig egykori csapata ellen léphet jégre, ő már tavaly is a gyergyói piros-fehéreket erősítette, mint ahogy Szabó Krisztián is meghatározó játékos volt a tavalyi idényben. Szigeti Ákos 15-össel. Vince Péter az Újpest. Újpestet hagyta a Gyergyó kedvéért, és öccsével együtt érkezett Vince Gergővel Gyergyó Szentmiklósra. Tudor Csaba, ő már bemutatkozhatott a Gyergyói Hoki Klub színeiben. Most azonban végleg a GHK-t erősíti. Györfi Tiamér a Csíkszeredai Sportklubtól érkezett haza. Fiatal hátvédről van szó. Kozma Zsolt pedig, aki karrierje során sehol máshol nem játszott. Daniel Tranka, a Brassó gólgyárosa, ex-gólgyárosa. Matthias Haranen, ő is nagyon jól játszott a felkészülési mérkőzéseken. Fejes Nándor. Bíró Gergő, ő is maradt a tavalyi keretből, ugye korábban ő is a Brassótól érkezett a GHK-hoz. Császár Hunor, a fehérvári titánokat erősítette. Brenz Orbán, a MAC HKB új Buda gól és pontgyárosa volt a tavaly. Sebastian Silvestre. Ferenc Csibi Róbert 88-as számmal. Chris Bodó. Következő. Vince Gergő, ugye Vince Péter testvéréről van szó, ők úgymond. Marek Troncsinszki emlékére egy perc néma csend. Jó a passz, Troncsinszki, gól! Marek Troncsinszki megint gólt szerez, a Gyergyó pedig harmadik alkalommal vezet a mérkőzésen. Nagyon jó lövést engedett meg magának Troncsinszki, és ezzel nem tud mit kezdeni, Sági nem ért keresztbe, itt pedig a gól örömöt láthatjuk. Villámgyorsan kihasználja a Gyergyó az ember előnyét, és akkor lehet, hogy ez a meccs is 3-0-val fog véget. Marek Troncsinszki tavaly meghatározó játékosa volt a Gyergyói Hoki Klubnak, a cseh hátvéd. Nagyon kevés tartotta, hogy a legponterősebb játékos legyen. Aztán a szezont követően hazautazott és elhúnyt. Isten nyugosztalja. Pedig térjünk vissza erre a mérkőzésre. Itt van a házigazdák összeállítása. Rasmus Rinne és Rucuy Gellért a két kapus. Orbán, Szilveszt, Bodó, Haranen és Kozma az első sor. Sárpátki, Tranka, Vince, Vince Péter, Szári, illetve Fejes Nándor második sorban. Szabó, Silló, Szigeti, Györfi és Ferenc Csibi Róbert alkotja a harmadik sort, míg a GHK negyedik sorában Vince Gergő, Császár, Bíró Gergő, Sándor Székely Otto, valamint Tudor Csaba található.
Itt van a vendégösszeállítás, Kovács Dávid, Márk és Pincés Bendegúz, a két kapuj, Szappanos, Lőci, Dutkin, Pozsár és Erdély az első sor, Török, Szűcs, Németh Péter, Benke, Dorian, Igor Bobcsek, a másodikban Németh, Horváth Ákos, Pincés Olivér, Szécsi Patrik, Daniel Bubnov, a harmadikban, valamint Gebei Gergely, Somogyi Natán, Tamás István és Drúja Benjamin alkotja az acélbikákat. A vezetőedző pedig az a Leo Gudás, aki nem ismeretlen a gyergyói szurkolók számára, hisz korábban a Sportklub Csíkszeredát is erősítette, azt a Sportklub Csíkszeredát, amely szintén hazai pályán kezdi az idei Erste-liga szezont. Pillanatokon belül pedig elkezdődik a találkozó. Piros-fehérben a gyergyói hokiklub és fehér-pirosban, úgymond a vendégek. Új mezgarnitúrával is készült a gyergyó erre a szezonra, és építheti az első támadását az új idényben Szilasi Zoltán csapata. Háranen. 8-3-as győzelmet aratott a gyergyó a DAB elleni felkészülési mérkőzésen. Azon az összecsapáson nem játszottak a gyergyó légiósai, mindössze Szári Szenteri lépett jégre a légiósokból azon a találkozón. Rögtön visszaszerzi a korongot a gyergyó Bodó, nagyon erős ez az első sor. És megvan a korong a Dunaújvárosnak. Krisz Bodó a képen. Az Újpest legeredményesebb játékosa volt a tavalyi idényben, pedig Haranen próbálkozása. Ez volt az első kapura lövés a GHK részéről az Erste-liga új idényében. Itt a lehetőség a Dunaújváros előtt. Építse az első támadását, azonban a házigazdák korongot szereznek a saját harmadban, és nagyon gyorsan indították volna a kontrát. Török, ő is gólt szerzett a GHK ellen a felkészülési meccsen Dunaújvárosban. Rendkívül gyors és technikás játékosról van szó, pedig letámadással próbálkozik a DAB. Nagy ismerős név is van a Dunaújvárosnál. Igor Bobcsek erősíti a DAB-ot. Szigeti jó cselekkel megy be, és majdnem veszélyes tudott lenni a próbálkozása. Csibi, ő is maradt a tavalyi garnitúrából, mint ahogy Kozma. A jégen lévő játékosok közül Szigeti, Györfi. Györfinek is az első mérkőzése, Csibi lő. Szabó Krisztiánnal szemben ütköznek. Az látszik, hogy nincs megszeppenve a Dunaújváros. Tihamér szerzi vissza a korongot. Nem kapott volna annyi játék lehetőséget a Csíkszeredánál. Ugye a karrierje szempontjából az volt a legészszerűbb döntés, hogy váltson a gyergyói szurkolók örömére. A GHK ajánlatát fogadta el. Vince Gergő egy gyergyó negyedik sora a jégen. Császárral, illetve Vincével. Kapuban pedig az a Rasmus Rinne, aki szintén meggyőző teljesítmény nyújtott a felkészülési mérkőzéseken. Haranen! Nagyon szép volt. Ő főképp az asszisztok miatt és a góljai miatt érkezett Gyergyó Szent Miklósra. Ez megint megvan a Dunaújváros kapusának. Pincés Bendegúzt láttuk egy pillanatra, itt pedig Matthias Haranen
próbálkozása zúdult el a dunaújvárosi kapu mellett. Fejes. Vissza is kapja Fejes Nándor. Ocselek. Pedig egy eladott korong, ami veszélyt jelenthet a túloldalon. Bizony villámgyorsan jön a dab kontrája középen. Szári nem tud átmenni a korong, Fejes is visszaért védekezni. Kontrázhat a Gyergyó. 3-3-ban, most már visszaér még egy dunaújvárosi. És hatástalanítani tudják a gyors kontrát. Ismét a dab próbálkozhat, 2-1-ben. Jöhetett volna a dunaújváros, és ezúttal Rinnének kellett védenie. Szilvesztrő. 3 gólt is szerzett a Győr ellen, nagy cselek, Szilvesztrő! Nagyon szép volt. Hát technika van Sebastian Szilvesztrőnél. Ő is több csapatban megfordult. Itt van Szilvesztrő csere. Az eddigi legnagyobb lehetőség a mérkőzésen, a másik oldalon is volt veszély. Sárpát ki, Csibi. Ismét Sárpát ki, jó lövés. Ez sem volt veszélytelen. Ismét Csibi. Sárpát ki, Tamás. Egyelőre egyedül. Cseréltek a társak így. Nem talált támogatóra. Gyergyó hetese. Tranka. Csibi. Jól tette tovább. Elveszti a kesztyűjét Ferenc Csibi. Róbert azonnal kéri is a cserét. Semleges zónában a bedobás. Egy kis munka a jéggel, mérkőzést egyébként Csomortáni Zsolt, illetve Rédai Botond vezeti, Andri Attila és Magyar Áron a segítők. 5 perc elteltével 0-0. Nem tudom ilyenkor mennyire lehet izgalomról beszélni. Egyik vagy másik csapatnál ugye mindenkiben van egy egészséges druk a szezon első találkozóján. Haranen Kozma felé teszi ki. Kozma, ott marad még. Másik oldalon Silló tarthatja meg. Bent is tartja a GHK. Tud felszabadítani a dab, sőt egy majdnem sikerült egy ellentámadást is kierőszakolni. Szabó. Szabó vissza. Több játékosa van a Gyergyónak, akik korábban a Fehérvárt erősítették. Szabó Krisztián is egy közülük. Korábbi idényekben a Titánok színeiben is játszott a GHK ellen. Tavaly azonban már piros-fehérben potyogtatta a gólokat. Császár! Újabb nagy lehetőség maradt ki. Több helyzete van a Gyergyónak, de ezekből a kontrákból rendre veszélyes tud lenni a dunaújváros. Szűcs! Szári nem veszti el, nagy termetű finn játékos, ő is játszott a Gyergyó ellen korábban, Vienna Capitals formcsapatának színeiben. Fejes. Felpattant egy ütőről ez a korong, és nem tudja bent tartani a Gyergyói Hockey Club, így viszont tilos felszabadítás lesz.
Györfi Tihamér a közeli képen. Különleges számára ez a találkozó is. Innen játékosnak a bemutatkozó meccse. Az maradandó. Nagyon szép. Gól! Megvan a vezetés. És Brenz Orbán egy szépségdíjas góllal megszerzi a Gyergyó első találatát a szezonban. Van a visszaszerzett korong. Szilvesztre ez nagyon higgadt és fonákkal. Gyönyörű gól. És Brenz Orbán most már a Gyergyó színeiben is elkezdi gyártani a pontjait. Passz. Más kérdés, hogy könnyedén hatástalanítja ezt a próbálkozást a Gyergyó védelme. Györfi. Orbán. Györfinek. Vissza Orbán felé. Jól tartja meg. Györfi Tihamérre kicsit leszállt a köd a Dunaújváros harmadára. Ez is jó passz. Orbán. És pincés. Meg is kapja a neki járó tapsot. A Gyergyó első sora. És a Pacsirinnének. Dobják a gyergyói harmadba a korongot, Sárpát ki, török van rajta, higgadtan oldják meg az igazdák. Tranka győzött a túlerő Trankával szemben. Pedig átpattan bizony, sőt még beszélt is lehet ebből produkálni, Szűcs István volt az, aki érte ment. Haranen. Silló. Szabó. Ez a támadás is nagyon gyorsan érkezett. Ez Szabónak már többször is bejött ez a csele, hogy visszateszi a rövidnél. Ezúttal nem volt ott társ, aki értékesítette volna a próbálkozást. Szári lefülelik az átadását. Hát a dunaújvárosi támadás jöhetett volna. A játékvezető nem foly lest. Egyetlen gól eddig tehát, Brenz Orbán fonákos találatával vezet Szilasi Zoltán csapata. Tizenegy másodperc maradt még hátra az első harmadból. Több mint fele hátra van tehát még. Fejes, elakad a lövése, lehet, hogy egy kicsit elhamarkodta ezt a szituációt Szári. Szári Santeri is volt, utánpótlás finn válogatott. Ez pedig megint egy lehetőség lehet. Védenie is kellett Rinnének. A rövid sarok irányába ment a lövés. Császár, nagyon szép csel. Császár ott hagyja, Fejes. Fejes továbbra is, Fejes! Ott van még! Nem sikerült be pöckölni ezt a korongot, de nem múlt el a veszély. Bodó. Nagyon higgadt csel. Nem csak jól játszanak, hanem láthatóan élvezik is a játékot
Gyergyó első sorának légiósai. Bodó, szép nagy védés Vincéstől. Ez is egy sakmat helyzet volt Szilvesztre. Ez is jó passz volt. Kicsit a háta mögé érkezett a csapattársnak. Tilos felszabadítás, nem tud cserélni a Dunaújváros. Még fejes lehetősége. El is tudta lőni Fejes Nándor. Aztán itt ez a passz Szilvesztre felé. Pont neki lőtte Pincésnek. Bulit követően kijön a korong. Dunaújvárosi harmadból így tudnak is cserélni a vendégek. Nem jó. Szilvesztre. Jó passz. Ismét Szilvesztről, nagyon technikás, most leszedik az ütőjéről, és ismét kontrával próbálkozik a Dunaújváros, Szári. Szilvesztről. Hátam meg érkezett, de tovább tudta vinni Szilvesztről, Szilvesztről! Jaj! Hát varázsol a mérkőzés kezdete óta Sebastian Szilvesztről. Újabb lövés, ezúttal Háránen került nagy helyzetbe. Szilvesztről bennmarad. Bodó. Orbán. Ki lesz egy kiállítás a vendégeknél? És egy újabb ajtóablak helyzet. Az első emberelőny a Gyergyói Hoki Klubnál ezen a mérkőzésen. Itt van Szilvesztre akciója. Egy csel. Még egy csel. És nagyon kevés hiányzott, hogy ő maga is feliratkozzon Orbán után a góllövő listára, de hát itt a lehetőség majd emberelőnyben a Gyergyónak. Ezt most okosan csinálták törökék, hogy ott megszorították a korongot. Pozsár kapott 2 percet a vendégektől. Szabó. Szári! Nagyot véd megint Pincés. Eddig egyértelműen a vendégek legjobbja a kapus. Bőven volt dolga. Ismét Szári. Tranka. Szabó. Ismét kezdődhet a Tilitoli. Amíg 1 perc, 7 másodperc a Dunaújvárosi kiállításból. Fejes. Valószínűleg ő sem így tervezte, hogy lecsúszik az a korong az ütőről, de megvan még a Gyergyónak. Szabó. Szárinak lövésre. Szári eltalál egy Dunaújvárosi, de ott van még. És nem kapkodja el a Gyergyó. Szári. Átér, ez a passz még úgy is, ha középen hozzáért egy fehérmezes, nagyon szép. Jó lett volna. 32 másodpercig tart még a gyergyói for. Tranka. Szári. Ő is nagyon aktív, Fejes a második korong csúszik le, de megtartja, sőt vissza is tudja tenni Fejes Nándor. Tranka. Nincs lövőhelyzet, van Szárinak! És él is a lehetőséggel rendre a finn. Megint Szári, egy Pincés, de ez is kapura ment, úgyhogy legalább 3 jó próbálkozása volt
centeri Szárinak ebben a cserében. Pillanatra a Szilasi Góga edzőpárost láttuk a háttérben. 6,5 perccel a harmad vége előtt. Továbbra is 1-0-ás gyergyói vezetés. Számos lehetőség Pincés kapujánál. Eddig egyetlen találat. Kiegészült egyébként a dob, most már teljes létszámban játszanak a felek. Csibi. Császár. Rossz a visszatett korong. Egy kicsit Györfit iramította meg most a csapattárs. Birogergő korcsolyával vette át, de tovább tudja vinni. És kicsorog a túloldalon Kozma. Ismét megvan. Egy pontatlan passz. És megy vissza a történet Rinne kapujához. Miközben mi? A Gyergyói Hoki Klub vezető gólját látjuk. Török. Egyenlít a Dunaújváros. Na majd meglátjuk a lassításon, hogy ez hol talált utat Rinne kapujába. Török a gólszerző. Nem kell itt sok helyzetet produkálni. Némi szerencsével kiegyenlít a vendégcsapat. Na lássuk. Igen, itt szerez korongot Török. Egy-egy. Szigeti lövi vissza a Dunaújváros harmadába. Ez most némi morális lökést is adhat a dobnak egyébként. Szilasi azt is elmondta egy ma megjelent interjúban, hogy legfontosabb az, hogy egy kapott gól után ne csüggedjen a csapata, hisz elmondása szerint pont ez történt a Fehérvár ellen. Ugye az első bekapott gól után nem elfáradt a Gyergyó, hanem elcsüggelt. Itt a második lehetőség, gól! 2-1! Vezet a Dunaújváros. És ez hoz most némi hideg zuhany mind a jégre, mind a lelátóra. Gyergyó szerencséjére nagyon sok van még a mérkőzésből. Teljesen más arcát mutatja az Acélbikág együttese mind a két csapat közötti felkészülési meccsen. Minden lábai között talál utat a korong a kapuba. Két helyzetből az elmúlt percekben két gólt szerez a Dunaújváros, és most látni is fogjuk azt, hogy mennyire tudja túltenni magát a gyergyói csapat egy ilyen hideg zuhanyon, amit gyorsan bekapott ki. Nagyon veszélyesek egyébként a dob kontrá, itt van egy újabb, ezúttal Sárpát ki iszkolt visszafelé. Szilvesztre. Nem Szilvesztre, bocsánat, hanem Fejes. Ez így lesz. 4-11-el az első harmad vége előtt 2-1-es Dunaújvárosi vezetés. A játéképe egyáltalán nem ezt mutatta, de nagyon okosan és pontosan használták ki a helyzeteiket a vendégek, ez mindenképp dicséretes számukra. A Diákának pedig nagyon gyorsan túl kell ezen tennie magát és menni előre. Csibi. Nála marad a korong. Volt jó ez a passz. Tovább viszi a dob.
most már próbálkoznak ezekkel az éles szögből eleresztett lövésekkel. Gudás tanítványai, Orbán. Györfi visszadobja, ott van még C-passz. Bodó ismét elkezdi forgatni a Gyergyó, bizony, hogy szüksége van most a közönségére a Gyergyónak. 3 perc, 20 másodperc van még az első harmadból. Bodó, Györfi, mondhatni, jó reagált a Gyergyó, azonnal támadásba lendül a házigazda. Az biztos, hogy nem könnyű megemészteni sportolóként egy ilyet, amikor folyamatosan uralod a játékot, aztán kapsz két gól, de ez az ellenfele dicséri. Pincés megint. Orbán gólját követően áthatolhatatlannak tűnik Pincés Bendegúz kapuja. Jó, Császár, Császár most már lövőhelyzetben, talán egy picikét sokat vár, de ügyesen megcsinálta egyedül magának a területet. Az utolsó 3 percen belül járunk az első harmadban. Bobcsek. Nem jön ki a korong, sőt, megint a levegőben. Fogtak egy ütőt kiállítás a dobnál. Jól láttam, a Dunaújvárosnál, igen. A második gyergyói emberelőny következik, Igor Bobcsek kapott 2 percet. Egy Szilveszter sora ennél az emberelőnynél. Megvan a korong, Háránen. Szappanos csapott oda egyet, Bodó, Háránen. Ismét Krisz Bodó, vissza a finnek. Lövés, fogja Pincés. Jó, gól, gól, bepattan, a Gyergyó pedig kiegyenlít. Ez is egy kis érdekes módon, de ugyanúgy. Bent van a kapuban. Ott a visszatett korong Orbántól, és a kapuba pattan a játékszer. Meg fogják nézni. Lehet az, hogy korcsajáról pattant a kapuba. Rugó mozdulatot viszont nem láttam. Lássuk, hogy videózást követően mi lesz az ítélet. Nézik a játékvezetők, miközben Szilasi Zoltán adja az utasításokat ott Bodóéknak. Elég tanácstalan arcok a videóbírónál egyébként.
kíváncsian várjuk, hogy 2-2 lesz az eredmény, vagy marad a dunaújvárosi vezetés. Lássuk. Ott van a fonákkal visszatett korong. Korcsolya az biztos, de rúgó mozdulat nem volt. Tehát szándékosságot nem lehet felfedezni, majd eldöntik a szakavatottabbak. Úgy látom, meg is van az ítélet. Gól. 2-2. Bizony nem volt szándékosság. Hiába pattan be úgy, ahogy a korong. 2-2-ről folytatódik a találkozó. Kettő perc és 8 másodperccel az első harmad vége előtt, ismét döntetlen. Ez is veszélyes volt, egy felpattanó korong. A Gyergyónak mindenképp a vendégek kontráira kell nagyon odafigyelni, ezekre a kidobott korongokra és az ezt követő helyzetekre. Közben belefütyül a játékvezető, a korong hozzáért a tető szerkezethez. Megint csak pincés kapujánál dobják be a korongot. Török és Szilveszter a bulinál. Budó, Cári. Átjut ez a csapattárshoz. Jön a lövés is, és mét a dobkapusa, akiben elhal a korong. Egy perc és 44 másodperc van még az első harmadból. A Gyergyó első góljának szerzője, Brenz Orbán. Ez nem tudott lövés lenni, most pedig megint kontra, és megint Török, nagyon gyors, fejes van rajta Török, át a másik oldalra. Szűcs. Az ellentámadásaival azonnal zavart tud kelteni. A Gyergyó harmadában a dob, Szári, Budó, szép, elmarad a korong. Orbán, Budó segíti, lefülelik az átadást, és jöhet megint a Dunaújváros. Erdély dobta be a Gyergyói harmadba, Rinne. Az utolsó perc kezdődik el az első harmadban. Szilveszter. Szilveszter! Ó, de szép! Kapusnál a korong. 47 másodperc van még az első harmadból, újabb Szilveszter akciót követően. Átverekszi magát, visszakerül hozzá, és passzolni szeretett volna, és tudott is. Dobkapusa megint a helyén. Hét másodperc van most már csak. Les. Bekorizott. Egy piros mezes. Oh.
20 másodperc mindössze az első harmadból. Nem sok minden történhet, de talán még egy hazai lehetőség beleférhet. Tranka 7 másodperc. Lövőhelyzetben nem nagyon kerülnek a gyergyóiak, na talán majd most. El is sikerül vállalni, pincés megint. 20 percet követően gyergyói Hoki Klub Dunaújvárosi Acélbikák 2-2. Jó mérkőzést látunk, nekiugrott az ellenfelének a gyergyó. Be is rámolt egy gólt Szilasi Zoltán csapata, aztán nagyon gyorsan kapott 2-t a másik oldalon. Két ellentámadás nyomán. Aztán jött egy videóbírózás, a gyergyó pedig a döntés nyomán kiegyenlített. 20 perc után telt egál, szünet után jövünk a második harmaddal. Jég, kemény, hideg. Ez az én terepem, az én pályám. Van az a mondás, hogy a jég hátán is megél. Na, az vagyok én. Gyerekkorom óta. Megtanított rá az élet, meg az edzőm. Sokan mondták, hogy ez az út nehéz lesz, és közben százszor megbotlok majd. Meg hogy csak kergetem az álmaim, mint a korongot. Nagyot tévedtek. Mindegy, hogy győzelem vagy bukás, nem adom fel. Soha. Mert hiszek a csapatomban, és hiszek magamban. Hidd magadban, és a jég hátán is tiéd a siker. A 30. születésnapját ünneplő Szerencsejáték ZRT idén is elhozza a szuperkoncert élményét. A fergeteges hangulatról Lotfi Begi, a Bagosi Brothers Company és egy exkluzív show keretében Majka és Curtis gondoskodik. Várunk téged is szeptember 25-én Budapesten a Puskás Aréna Szoborparkban. Légy te is részese az élménynek. További részletek szerencsejáték.hu. Másodperc nem biztos, hogy elég ennek a modellnek az újdonságaira. Új dizájn nyelv, full LED fényszórók, dinamikus irányjelző, vezetői asszisztens rendszerek, stílus, praktikum és hatékonyság. Ez a Skoda Scala. Minden elemében újat mutat. Skoda. Simply clever. Hivatalos hazai és vendégmezek egyedi névvel és számmal. Korongok, pólók és még rengeteg termék. Hokishop.hu, a magyar jégkorongó szurkolói webáruház.
Jég. Kemény. Hideg. Ez az én terepem. Az én pályám. Van az a mondás, hogy a jég hátán is megél. Na, az vagyok én. Gyerekkorom óta. Megtanított rá az élet, meg az edző. Sokan mondták, hogy ez az út nehéz lesz, és közben százszor megbotlott majd. Meg hogy csak kergetem az álmaim, mint a korongot. Nagyon tévedtek. Mindegy, hogy győzelem vagy bukás, nem adom fel. Soha. Mert hiszek a csapatomban, és hiszek magamban. Hidd magadban, és a jég hátán is tiéd a siker. A 30. születésnapját ünneplő Szerencsejáték ZRT idén is elhozza a szuperkoncert élményét. A fergeteges hangulatról Lotfi Begi, a Bagosi Brothers Company és egy exkluzív show keretében Majka és Curtis gondoskodik. Várunk téged is szeptember 25-én Budapesten a Puskás Aréna szoborparkban. Légy te is részese az élménynek. További részletek szerencsejáték.hu. Másodperc nem biztos, hogy elég ennek a modellnek az újdonságaira. Új dizájn nyelv, full LED fényszórók, dinamikus irányjelző, vezetői asszisztens rendszerek, stílus, praktikum és hatékonyság. Ez a Skoda Scala. Minden elemében újat mutat. Skoda. Simply clever. Hivatalos hazai és vendégmezek egyedi névvel és számmal. Korongok, pólók és még rengeteg termék. Hokishop.hu, a magyar jégkorongó szurkolói webáruház. Jég. Kemény. Hideg. Ez az én terepem. Az én pályám. Van az a mondás, hogy a jég hátán is megél. Na, az vagyok én. Gyerekkorom óta. Megtanított rá az élet, meg az edző. Sokan mondták, hogy ez az út nehéz lesz, és közben százszor megbotlott majd. Meg hogy csak kergetem az álmaim, mint a korongot. Nagyon tévedtek. Mindegy, hogy győzelem vagy bukás, nem adom fel. Soha. Mert hiszek a csapatomban, és hiszek magamban. Hidd magadban, és a jég hátán is tiéd a siker. A 30. születésnapját ünneplő Szerencsejáték ZRT idén is elhozza a szuperkoncert élményét. A fergeteges hangulatról Lotfi Begi, a Bagosi Brothers Company és egy exkluzív show keretében Majka és Curtis gondoskodik. Várunk téged is szeptember 25-én Budapesten a Puskás Aréna szoborparkban. Légy te is részese az élménynek. További részletek szerencsejáték.hu. Másodperc nem biztos, hogy elég ennek a modellnek az újdonságaira. Új dizájn nyelv, full LED fényszórók, dinamikus irányjelző, vezetői asszisztens rendszerek, stílus, praktikum és hatékonyság. Ez a Skoda Scala. Minden elemében újat mutat. Skoda. Simply clever. Hivatalos hazai és vendégmezek egyedi névvel és számmal. Korongok, pólók és még rengeteg termék. Hokishop.hu, a magyar jégkorongó szurkolói webáruház. Jég.
2-2-es döntetlenre állnak a felek. A Gyergyói Hoki Klub és a Dunai Városi AC RBK párharcában rendkívül iramos első harmadot követően kezdődik nem sokára a középső játékrész. A Gyergyó szerzett vezetést Brenz Orbán révén, aztán nagyon gyorsan fordítani tudtak a vendégek egy kontra, valamint egy szemfüles gólnyomán. Török volt az, aki rendkívül éles szögből talált Rinne kapujába, aztán a hideg zuhanyra jó reagált a Gyergyó. Szilasi Zoltán csapata pedig ki tudott egyenlíteni egy olyan találatot követően, amelyet egyébként megvideóztak a játékvezetők. Az biztos, hogy nem panaszkodhatnak a szurkolók, akik kilátogattak erre a mérkőzésre, noha mindenképp természetesen győzelmet várnak kedvenceiktől. Szóval ennek a találkozónak a Gyergyó a favoritja, mint ahogy néhány kilométerrel odébb a Csíkszereda a Titánok ellen. Ott is döntetlen, ott egy-egy az eredmény. Itt pedig az amaroknyi szurkoló, aki mérkőzés kezdetétől fogva folyamatosan bíztatja a kedvenceket. És ebben a pillanatban veszi kezdetét a második harmad, Bodóék pedig azonnal támadásba is lendülnek. Szapanos. Szilveszter, Bodó, Orbán, Kozma nem jut el hozzá a korong, majd most. Brenz Orbán jól fordul ki. Teszi vissza Bodó felé, megvan a Gyergyónak a korong Szilveszterről. És a kapus. Már is gyergyói lehetőséggel kezdődik a második harmad. Sokkal több helyzetet dolgozott ki a GHK az első harmadban is, azonban egy meggyőző kapus teljesítmény van eddig a Dunaújvárosnál. Már is megérkezett a Gyergyó második sora fejes. Ismét pincés, és Török roboghat. Rinne. Fejes. Sárpátki. Vonákkal ment a passz. Volt elég erő benne, hogy eljusson Fejeshez. Fejes Nándor egyébként főleg a higgadságáról híres, miközben földhöz veri magát a játékvezető. Benne van. Sárpátki. Jó passz Vince felé. Lecsúszik az ütőjéről Vince Péternek. A másik oldalon ez Csibi gyűjtheti be. Megint megvan a korong, és megvan a Gyergyó harmadik gólja is, Sárpátki. Ferenc Csibi Róbert. Az, aki ezt felakasztotta. Pillanatra azt hittem, hogy Sárpátki Tamás szerezte a gólt. Van oka mosolyra Csibinek, ismét megvan a vezetés. Csibitől indult, Tranka vissza Csibinek, és felakadt a hosszú fölsőbe. Györfi. Megint egy villámgyors gyergyói akció, Szigeti. Jól ment megint a visszatett korong, azonban a Dunaújváros jöhet ki. Az Erste Liga első szezonjában a 2018-2019-es idényben volt utoljára, amikor a Gyergyó hazai pályán kezdte a sorozatot.
akkor a Ferencváros vendégeskedett itt Gyergyó-Szentmiklóson. Szigeti, nincsen les. Azt a találkozót hosszabbítás után húzta be a Fradi. Három kettő volt annak a találkozónak az eredménye. Azon a találkozón mutatkoztak be először a GHK akkori keretének tagjai, ugye akkor még az orosz vonalat tisztelte a Gyergyó. Első szezonjuk volt akkor Pavel Vorobjevéknek. Nem van a 81-es szám, az nem maradt gazdátlanul. Méltó játékoshoz került, most Sebastian Silvestre viseli. Fejes. Öt az ötben próbál meg felállni és zavart kelteni a Gyergyó. Biro Gergőjék voltak ott a kapu előterében, most pedig megint az első sor a GHK-nál. Silvestre lehetőségét látjuk. Aztán nem sokkal később a gól is megérkezett Ferenc Csibi Róbert ütőjéből. Megvan ismét a korongabulit követően, nagyon sokat játszott ez a sor a Fehérvár ellen. Ez is szép volt. Ott van még. Orbán. Bodó. Orbán. Ezt most ki fogják ütni. Így is van, tilos felszabadításra. Nem nagyon tehettek mást ezúttal a dunaújvárosiak. Dudkin a képen. Dimitri Dudkin, rendkívül fiatal orosz játékos. Ott hagyott korong. Bodó. Nagyon érzik egymást Brans Orbánnal. Újabb kilőtt korong, és talán még kontrázhat is belőle a Fejér megyei csapat, sőt, beszélt is teremtenek. Szapanos, legtapasztaltabb játékosa ezúttal a Dunaújvárosnak, ugye másik rutinos, az Ari Zsolt már nem tagja a DAB keretének. Szapanos számítam olyan Vénrókának a fiatalok között. Valaki elcserélte magát. A Gyergyó. Lesz egy kiállítás hazai oldalon, az első a találkozón, elég banális módon. Bizony hibáztak a hazaiak a cserénél. És dunaújvárosi ember előnyön. Sándor Székely Otto üli le ezt a két percet. Azonnal kijön a gyergyói harmadból a korong. Silvestre majdnem. Ez a korong kipattan. Silvestre Biro Gergő volt ott, aki zavarta. A vendégek korong kihozatalát. Kipattanó pakk után pedig megint a semleges zónából folytatódik a játék. Bobcsek. Veszélyt teremtettek a saját magunknak most Bobcsekék. Ugye a visszaszerzett korong, és megint török villám gyorsan. Szücs. Ismét leszáll a köd a gyergyói harmadra. És most tud talán felállni a DAB, igen.
El is kezdik az adogatást Leo Gudas tanítványai. Hosszú sarok irányába elleresztett lövés, nem fog kijönni a túloldalon. Annyi erő nem volt benne. Dob szerencséjére. 1 perc és 2 másodperc van még. Az AC Ebikák forjából. Na talán most ki lehet ütni. Sikerül is. Gyorsan lehet cserélni. 47 másodpercet kell még kivédekeznie a Gyergyónak. Dunajvárosban egyébként ember hátrányos gólt is szereztek. Bodóék. Azóta a Szilvesztren a sor, hogy presszingeljen és bonyodalmat okozzon ott a vendégeknek, és meg is szerzi a korongot Szilvesztről. Tovább is vitte. Nagyon harcias volt. Nem lett meg a korongszerzés. Fejes. Ebben a pillanatban egészül ki a Gyergyó. Lőci próbálkozott a koron kihozatallal. Tranka befűz egy ellenfelet. Jó kis cseh volt. Tranka megint. Ketten is kérik. Lövőhelyzet. Tudják blokkolni. Újabb löket. Sárpát ki. Hosszúra sikeredett, de még bent tarthatja a GHK. Bent is tartja. Ott azonban már nincsen csapattárs. Tilos felszabadítás újfent. Beszorul most egy kicsit a saját harmadába a Dunaújváros. Tilos felszabadítás. Világösszes. Jégcsarnokában előfordulhat egy ilyen szituáció. Az biztos, hogy szurkolóknak szokott tetszeni az ilyesmi. Az elszenvedő játékvezetőnek annyira nem. Szigeti. Vissza. Nem jött ki. Györfi. Györfi helyzetben. Györfi lőpicés. Silló. Ki tudja tenni Szigeti felé. Visszakerül a Bikákhoz a korong, azonban csak néhány pillanatra. Szigeti, nem hagyták lőni. Szerencsére Szigeti Ákos is felépült abból a sérülésből, amit Brassóban szedett össze. Emlékezhetünk, a mentőautónak kellett bemennie a jégre, olyan szintű agyrázkodást szenvedett Szigeti Ákos. Ez ki fog jönni a dunaújvárosi harmadból. Györfi Tihamér. Ez csak el pattog Sillóig, Szigeti azonban beviszi. Szigeti! Felpattant a blokkról, marad a Gyergyónál. Csibi, Szabó, Szabó Krisztián lágyan. Majdnem így lett jó. Megint erős a Gyergyó presszingje. Segíti a GHK-t, hogy most a cserepadja is ott van. 2-1-ben jöhetnek ezzel, ez nagy helyzet! És a gól gyönyörűen kihúzta. És Krisz Bodó is feliratkozik a góllövő listára. Nagyon nagy hidegvérrel. Még 2 a Gyergyónak. Itt van a korongszerzés. Nem passzol, hanem a végsőkig kivár, pincés elvetődik, és marad még terület a kapuba bofozni a korongot. Na, ott egy berekedés. Nagyon van most erre szükség. Szerencsére nem tartott sokáig. Brenz Orbán el is indul a büntetőpad felé.
hát ez 2-2 perc. Ez valószínűleg öklözésért, de majd mindjárt meglátjuk. Orbán és Dutkin ököl csatája. Ott látható. Az ütő is megvan Orbánnak. Sokára a harmad feléhez érkezünk. Továbbra is tanácskoznak Csomortániék, de hát már valószínűleg megszületett az ítélet. És mindjárt azt is megtudjuk, hogy mit kaptak a felek. Az ötben játszanak a csapatok egyébként. Vince Péter. Megvan a korong. Ide szép gól! Már az első próbálkozás is bement. Vince Péter a gólszerző, 5-2-re vezet a Gyergyó. Vince Peti beleszúrt. És milyen jól tette. 5-2. Vincétől indul az akció. Aztán Sárpát kihoz kerül a korong. Ott. Gyönyörű gól. Gól a Gyergyó jogigó csapatának, a gólt a 16-os Vince szerezte a 7-es Sárpád kiáltadásából. 5-2 most már a Gyergyónak. Györfi, kicsit megnyugodhatnak a piros-fehérek szurkolói. Ebben a harmadban nem tudott olyan veszélyt produkálni a Dunaújváros, mint az első 20 percben tette. A vendégek talán legveszélyesebb játékosa továbbra is Török. Ismét ő, és hogy győzni fog vele szemben a túlerő. Visszakerül azonban a vendégekhez. Jöhet egy esetleges gyergyói kontra. Kipattant a korong. Lehúzták a fejüket ott Rucujék. Biro Gergő próbált meg kontrázni. A pillanatra pedig Szakács Szabolcsot is láttuk, aki most már a GHK stábjának a tagja. Ugye hosszú éveken keresztül kapuban állt Szakács, aztán harmadik számú kapusnak kényszerült. Ebben az idényben pedig már a kispadról segíti a társakat. Felpattant, ott van még! Szilveszter került helyzetbe. Nem jön be a csel. Ponákkal visszatett korong. Pincés Olivér volt az, aki megpróbálta bevágni a cselt. Itt pedig megint egy gyergyói lehetőség. Sőt, gól! Szabó Krisztián. 6-2. Szépségdíjas találat, és most beindult a gól csap a Gyergyónál. Elsőre nem ígért olyan sokat ez a szituáció, ez a passz viszont nagyon elegánsra sikeredett.
és a befejezés is kapus lábai között. 6-2-re vezet immáron a gyergyói HK. Gól a gyergyói jogikus csapatának, a volt a 11-es Szabó Pál szerezte a 81-es Szilveszre és a 91-es Bodó átadásából. Golfordi gyergyói jogikus, golfszkolt by the player number 11, Szabó Pál, assisted by the player number 81, Szilveszre, egyik player number 91. Szabó Krisztián is feliratkozik tehát a góllövő listára, és most már maga biztos előnyben a Gyergyó. Az oldalháló. Elmozdult a kapu. Ezért fütyül a játékvezető. Egyébként jól védett. Tényleg Pincé és a 6 bekapott gól ellenére is. Minden elismerés megérdemel, főleg az első harmadban volt pár olyan megmozdulása a Dunaújváros kapusának, amely meccsben tartotta a csapatot. De hát ennek az együttesnek az látszik, hogy rengeteg rutin kell még, az irány jónak mondható. Közben a 7. gól is megszületik, Szigeti iratkozik fel a góllövő listára. Hét-kettőre vezet a gyergyói HK. Ebben a harmadban most már minden összejött Szilasi Zoltán csapatának. Nyomás nélkül játszhatnak most már Szigetiék. Ez a csel jó. És senkitől nem zavartatva. Maga biztosan lő a kapuba. Szigeti Ákos. Miközben kapus cserél a Dunaújváros. Kovács Dávid Márk a dobkapujában. Sárpátki. Vince felé. Ez egy rossz passz volt. Sárpátki pressingel, és megint kifizetődik a gyergyói letámadás. Török. Sárpátki nem tudta bent tartani, Török ezzel mehet. Nem maradt azonban túl sok energiája a Török. Gyergyói ellentámadás, jöhet 2-1. Tranka és Vince. Vince, Vince, Vince! Nincs meg. Első megmozdulásából ügyesen védett Kovács. Volt akart szerezni Vince Péter újfent. Nyolc perc van még a második harmadból. 7-2-re vezet a Gyergyó. Kovács másodszor is még jól jött a mérkőzésbe. Kovács miközben vonalbíró is elesik. Mozdulataiból ítélve úgy láttam, szegény meg is ütötte magát. Jól középre, gól! Vince Gergő! Nyolc kettő most már. Igazi erődemonstráció tart a Gyergyó itt a második harmadban. Megint az ellenfél harmadában megszerzett korong. Jól jön be, felpattan, majd bepattan. Hol a Gyergyó jogkodó csapatának a gólt a 92-es Vince szerezte a 61-es Bíró átadásából. Bodó. Pincés passzol tovább. Fejes. És igazán oldja meg a gyergyói hokiklub, most már tényleg nyomás nélkül játszhat a házigazda. Bodó esett el,
Szilveszter még meg tudja tartani, már miért ne tudná. Bodó! Bodó próbált meg ott összehozni egy kis varázslatot a kapu előtt. Teljes zavar a Dunaui város védelmében ismét. Elmozdul a DAB kapuja. Szűk 7 perc van még a második harmadból. Hat gólt szerez ebben a játékrészben eddig a Gyergyó. Ez sem jön ki a DAB harmadából. Most ki tudják tornászni. Pincés teszi tovább. Les. Les. Offside. Rinnének már nem volt olyan sok dolga ebben a második harmadban. Leo Gudásnak pedig valószínűleg az lesz a szerepe a következő szünetben, hogy főleg fejben szedje össze a fiatal játékosait. Ugye a Gyergyói ellentámadás Szigeti, megint Kovács, ügyesen véd. Szigeti megint, Kovács, Csibi. Szigetinek ad egy kis munkát Csibi. Bent tudja tartani Szigeti Ákos. Szép. Sándor Székely Ottó. Silló. Jaj, de szép. Gól. Kilenc kettő. Ismét Szigeti. Egy maga második találatát is megszerzi. Szép volt ez a passz. És a gól is. Az utolsó 6 percen belül járunk. Haranen, Kozma, Vince, Tranka, jól tette vissza, korcsolyáztak a kapus zónájába. Tranka megint felszedik az ütője, de marad a Gyergyónál. Sárpátki! Kovács! Tranka, ott van még Szűcs kiállítás a Gyergyónál. Akasztás az ítélet. Emberelőnybe kerül a Dunaújváros. Kaphat egy kis levegőt Leo Gudás csapata. Tranka Daniel a kiállított. Igen.
Babcsák. Na lássuk, hogy mit tud kezdeni az ember erőnyéből. A dob, régen volt dolga Rinnének, be kell melegedni a Gyergyó kapusának, meg is volt az első próbálkozás. Török. Nem lesz újabb kiállítás, ezt kérték volna a vendégek. Babcsák nem tudott átverekedni. Nem tudta átverekedni magát ott fejesen. És jön is egy felszabadítás. Fejes. Az utolsó pillanatban ütik el Biro Gergő elől ezt a korongot. Német. Német, Szűcs, tovább, Szappanos. Szép volt most a dab összjátéka. 4-22 van még a második harmadból, kereken 1 perc a Gyergyó ember hátrányából, 9-2-es hazai vezetésnél. Aki ott volt, mindenki lekapta a fejét ennél a felszabadításnál. Ígéretes lehet! Helyén volt Rinne. Meggyőző teljesítmény nyújtotta Fehérvár ellen is Rasmus Rinne. Lett egy kis csend a csarnokban. Tudor. Volt elég erő benne, hogy kijöjjön a másik oldalon a korong. Szappanos megint. Megvan a területe. Szappanos. Szép. 7 másodperc múlva jön majd vissza Tranka. Újabb lövés és gól. Kihasználja az ember előnyt a dob. Pozsára gólszerző. Itt van a visszatett korong, nem volt túlságosan erő a lövésben. Volt a 9-3 most már így. Megint jöhet a dob. Rinne. Nem egyszerű azonban egy kapusnak ilyenkor, mikor nagyon sokáig nincsen dolga egy találkozón, aztán hirtelen záporozni kezdenek a lövések. Főleg a koncentráltság miatt. Haranen, Kozma, Szigeti. Gyűjtött egy kis bátorságot a Dunaújváros a gólja nyomán. Jön azonban a gyergyói kontra Haranennel. Vissza, és kicsorog. Kozma ütőjéről. Most jól védekezett Kozma Zsolt. Szigeti. Szabó. Ismét leszáll a köd a pályára. Bodó lövi vissza. Korongszerzés. Szári. Tudor. Szilveszter. Orbán. Leo Gudas üvöltése hasított a levegőbe. Ez jó pass Szilveszter. Érkezik Orbán is. Orbán. Nincsen gól. Kovács véd. Nagyon szép védés volt. Ígéretes próbálkozás. Maradt gól nélkül ezúttal. 1 perc 41 másodperc van még a második harmadból. Önzetlenül tette át Bodó.
és Orbán. Közben a dunai városiak reklamálnak valamit a Ridai Botond játékvezetőnek. Györfi. Sárpátki. Lefüleli Szűcs az átadást. Sárpátki megint. Török. Ugye a gyergyói korongszerzés. Jó passz, Vince. Középen Tranka, Vince. Megint egyedül akarta befejezni. Sárpátki. Jócsel, Tranka. Nem tudott lőni, és megint Kovács. Nagyon ügyesen véd a dobkapusa. Kozma. Tilos felszabadítás, és Rinnének kell majd figyelnie, miközben mi Brans Orbán lehetőségét láttuk, itt pedig Tranka iménti helyzete, ők lebirkózták, aztán az érkező Haranen sem tudott a kapuba lőni. 26 másodperc van még a középső játékrészből. Császár. Elvesztik most a házigazdák. 7 másodperc. 3, 2. Még a második harmadnak igazi erődemonstrációt tartott a Gyergyó ebben a játékrészben. Az Acélbikák harmadik találata egy emberelőnyös szituációból érkezett. Van még 20 perc a találkozóból. Megnézhetjük a szünetet követően hamarosan. Kemény, hideg. Ez az én terepem, az én pályám. Van az a mondás, hogy a jéghátán is megél. Na, az vagyok én. Gyerekkorom óta. Megtanított rá az élet, meg az edzőm. Sokan mondták, hogy ez az út nehéz lesz, és közben százszor megbotlok majd. Meg hogy csak kergetem az álmaim, mint a korongot. Nagyot tévedtek. Mindegy, hogy győzelem vagy bukás, nem adom fel. Soha. Mert hiszek a csapatomban, és hiszek magamban. Hidd magadban, és a jéghátán is tiéd a siker. A 30. születésnapját ünneplő Szerencsejáték ZRT idén is elhozza a szuperkoncert élményét. A fergeteges hangulatról Lotfi Begi, a Bagosi Brothers Company és egy exkluzív show keretében Majka és Curtis gondoskodik. Várunk téged is szeptember 25-én Budapesten a Puskás Aréna szoborparkban. Légy te is részese az élménynek. További részletek szerencsejáték.hu. Másodperc nem biztos, hogy elég ennek a modellnek az újdonságaira. Új dizájn nyelv, full LED fényszórók, dinamikus irányjelző, vezetői asszisztens rendszerek, stílus, praktikum,
és hatékonyság. Ez a Skoda Scala. Minden elemében újat mutat. Skoda. Simply clever. Hivatalos hazai és vendégmezek egyedi névvel és számmal. Korongok, pólók és még rengeteg termék. Hokishop.hu, a magyar jégkorongó szurkolói webáruház.
Jég. Kemény. Hideg. Ez az én terepem. Az én pályám. Van az a mondás, hogy a jéghátán is megél. Na, az vagyok én. Gyerekkorom óta. Megtanított rá az élet, meg az edző. Sokan mondták, hogy ez az út nehéz lesz, és közben százszor megbotlok majd. Meg hogy csak kergetem az álmaim, mint a korongot. Nagyon tévedtek. Mindegy, hogy győzelem vagy bukás, nem adom fel. Soha. Mert hiszek a csapatomban, és hiszek magamban. Hidd magadban, és a jéghátán is tiéd a siker. A 30. születésnapját ünneplő Szerencsejáték ZRT idén is elhozza a szuperkoncert élményét. A fergeteges hangulatról Lotfi Begi, a Bagosi Brothers Company és egy exkluzív show keretében Majka és Curtis gondoskodik. Várunk téged is szeptember 25-én Budapesten a Puskás Aréna Szoborparkban. Légy te is részese az élménynek. További részletek szerencsejáték.hu. Másodperc nem biztos, hogy elég ennek a modellnek az újdonságaira. Új dizájn nyelv, full LED fényszórók, dinamikus irányjelző, vezetői asszisztens rendszerek, stílus, praktikum és hatékonyság. Ez a Skoda Scala. Minden elemében újat mutat. Skoda. Simply clever. Hivatalos hazai és vendégmezek egyedi névvel és számmal. Korongok, pólók és még rengeteg termék. Hokishop.hu, a magyar jégkorongó szurkoló. Nem sokára kezdetét veszi a harmadik harmad, 9-3-ra vezet a gyergyói hoki klub itt a Dunaújváros elleni Erste Liga nyitó mérkőzésen. Az első harmad nem volt ennyire egyoldalú. 20 percet követően még előny volt. Ugye a Gyergyó vezetett a találkozón, Orbán révén 1-0-ra, aztán nagyon gyorsan fordított 2-1-re a Gyergyó. A Dunaújváros, bocsánat. A második harmadban viszont igazi erő demonstrációt tartott Szilasi Zoltán csapata. Többi pályán is mérkőzéseket rendeznek. Ugye nem csak Gyergyóban. Ugye, itt nálunk 9-3. Brassó-Újpest a harmadik harmad 12. percében 1-1. Sportklub Csíkszered a Fehérvári Titánok 6-1. Ott is a harmadik harmadban járnak a felek. Miközben a Gyergyó előtt megint a lehetőség. Kovács tudja megfogni a korongot. DVTK Győr 3-2. Ott is még lesz egy harmad. És az első harmad 18. percében Macújboda, Debrecen 1-0.
Tehát az a két csapat, akik nagy arányal vezetnek egyelőre a két székelyföldi alakulat. A titánok holnap vendég szerepelnek itt Gyergyószent Miklóson, majd hétfőn az Újpest látogat ide a GHK otthonába. Pincés üti ki, Szári gyűjti be, Sárpát ki. Nagyon jó fizikummal megáldott fiatalember, Sárpát ki Tamás. Ez pedig így tilos felszabadítás lett, mi azt jelenti, hogy nem cserélhetnek a vendégek. Szegény Rinne úgy járt ezen a találkozón, hogy kevés kapura lövésből 3 gólt kapott, de nagyon kevés lövés ment a második harmadban, nem volt egy emberelőny a szituációja a dobnak, amit értékesíteni is tudtak. Siló. Ismét kilövik. A vendégek azért, hogy cserélni tudjanak, és nagyon okosan. Visszaviszik Tilosra. Azt hittem, hogy nem fogják így visszavinni. Tilos felszabadítás. Egyszerű. Gyergyó fölényét a kapura lövés is mutatja. Két harmad után 46-10. Kapura lövési arány, tehát 40 perc alatt közel 50-et lőtt kapura Szilasi Zoltán csapata. Visszafújják a bulit. Megint csak Silló hazai oldalról. Tudor iszkolhat azért a korongért. Szigeti. Majdnem leszedik az ütőjéről Szigeti Ákosnak. Jó cselek, Szigeti továbbra is. Visszatett korong. Ott azonban csak fehér mezes van, és próbál kontrát építeni a Dunaújváros. Ez megint csak tilos. Gebei próbálta segíteni ezt a támadást, azonban hosszúra sikeredett a passz. A közönség pedig várhatja azt a bizonyos tizediket is. Háranen. Na lássuk, Birogergő. Ez nem talált kaput. És pedig jól védekezik a Dunaújváros, mondom én, aztán Kovácsnak kell nagyot védenie a hibát követően. Ez a korong kipattan. Azonnal lőtt is kapura Vince Gergő. Korongot szereznek megint a vendégek. Vince. Megvan a korong. Nem sikerül a megkerülős csel. Császár. Császár, jó cselek. És ismét egy dobakció. Szapanos. Szapanos majdnem kitessékelik a gyergyói padra. Császár Unor volt az, aki neki ugrott. Bobcsák, gól! Kísértetiesen hasonlított a Dunaújváros harmadik góljára, és Bobcsáket megtapsolja a gyergyói szurkolótábor. Itt van Bobcsák lövése. Nem pattan meg.
9-4. Kozmetikázott az eredményen egyet. Ezek szerint hozzáértek Bobcsek lövéséhez. Megint Bobcsek. Lőcinek adták az iménti gólt. Ott van. A korong ezt nem vette észre. Bodó. Fejes. Talán egy kicsit ki is engedett most a Gyergyó. Bodó. Szári. Ügyesen állította meg ezt a hosszú indítást. Egyébként rendkívül szemfüles passz volt. Szilveszter. Kettő dunai város itt becsapott már. Szilveszter a harmadikat is. És nagyon önzetlenül passzolt. Aztán kiállítás reklamál Csomortáninál Sebastian Silvestre. Itt van a szituáció, ez is nagyon higgadts el. És a passz. Hozzáérnek. Nem érnek hozzá. Azt hittem, hogy az egyik játékvezető elengedte. Lehet, hogy az egyik GHK játékos kiáltotta. Tranka. Jó védekezés volt. Bubnov tette oda magát. És erre a harmadra megint feljavult egy picikét a dab. Kiállítás a Dunaújvárosnál, Gyergyói emberelőny következik. Páros lesz. De Gyergyói játékos miért állítja ki Csomortáni? Vannak dolgok az életben, amik nem változnak sosem. Hát én nem láttam szabálytalannak Trankát. Itt egyértelműen fogta Tranka Danielt. Aztán Orbán könnyed mozdulatokkal el is magyarázza Csomortáninak, hogy ő mit látott. Hát furcsa egy ítélet, meg kell hagyni. Tavaly szezonban nagyon hiányoztak ezek a szurkolói bekiabálások, csak úgy spontán tudnak mókás pillanatokat okozni. Szilveszter, Orbán, Brensz Orbán, Kovács. Kis büntetődik két csapatnak, a Gyergyói Hoki Klubtól a 28-as Tránkát állították ki 2 percre színészkedését, míg a Dunai Városi Atlétikák csapatától a 34-es Tamást motfogásért. Na lássuk, bedobják-e azt a korongot, hogy folytatódjon a találkozó. Be. Haranen. Majdnem elmaradt a korongot Szappanossal szemben. Orbán Brenz. Szilveszter. Nem ütik ki.
Ismét Silvestro. Tudor. Nem jó. Silvestro, hol mekkora cseh volt ez is. Továbbra is Silvestro. Igazán megérdemelne egy gólt ezekből a szituációkból most már. Nála marad. Egy perc és három másodperc van a páros kiállításból. Nagyon elegáns cseh volt. Sari. Fejes. Nem jött ki. Csak azt hittük. Nem jutott át Szabó Krisztiánig. Sari. Ismét a finn. Szabó. Szép! Hoppa! Santeri Sari mutatott egy piruettet. Jó ez a kísérlet, de továbbra is jön a Dobšić. Rinne. Szabó. Építkezhet a Gyergyó. Társak cseréltek, ezt be fogja várni Szabó Krisztián, mondom én. Bodó. Jó ez eddig. Mert jól forgatják a piros-fehérek. Most tud felszabadítani Dunaújváros, miközben kiegészülnek a felek. Megint Szűcs felé. Most lehet kontrázni, 3-2-ben. Csilló. Csilló, Szigeti és Sándor. Nagy lövés, ott van még. Fejen találták szegény Kovácsot, akkor a sisakján csattant ekkorát a korong. Szerencsére úgy tűnik sérülés nincsen belőle. Szigeti eresztett el. Nem találta el a korong a kapus fejét, hanem leesett a fejvédője az esetnél. Ismét van egy kis játék megszakítás az esetet követően. Most azonban minden a helyén, hogy folytatódjon a találkozó. Rinne közben torna gyakorlatokat végzett a másik oldalon. Dunaújvárosi korongszerzés a buli után. Nagyon sok van még hátra, szűk 13 perc a harmadik harmadból.
Megint jól védekezik ott hátul a Gyergyó. Hoppá! Na lesz egy bunyó. Mince Gergő és Gebei. A hazai győzelemmel zárul. Vince Gergő nem csak góllal, hanem bunyóval is bemutatkozik a hazai közönségnek. Az eset egyértelmű. Olyan, mintha csak megtisztelte volna az ellenfelet egy kalapemeléssel, hogy utána földbe döngölje. Jó kis bunyó volt. Jobban kezdte egyébként Gebei, aztán elvesztette az egyensúlyát a dobjátékosa. Na, ezt is láttuk. És mint aki jól végezte a dolgát. Megbetköztette azért Gebei Vincét. De foglalkozzunk a jégkoronggal, amely hamarosan folytatódik. Be fogják vinni a bedobást a Gyergyó harmadába, igen. Adott egy kis löketet a Iramnak ez a bunyó, mert egymásnak ugrottak itt rögtön a felek a bulit követően. Sárpált ki. Jajaj. Kozma. Rinnéről minden elmondható, csak az nem, hogy be van melegedve. Sárpált ki. Tranka. Ez rossz visszafelé. És most 3-2-ben jöhet a dob. Most ér vissza Sárpált ki. 5 percet kapott Vince, illetve Gebei. Jó passz. Orbán. Ez lecsúszik. Szilveszter ütőjéről. Török. Jó kis sebességet tud ő hozni a Dunaújváros támadásaiba. Visszatett korong is, jó Bobcsek. Két oldalról is csapkodták Igor Bobcseket. Szilvesztrenek és Bodónak sem volt ő csapattársa a Gyergyónál. Szilvesztrő, Orbán, Bodó. Bodó megint. Ebben a harmadban még nem szerzett gólt a Gyergyói Hoki Klub. Fejes. Orbán. Egyelőre 1-0-ra viszi ezt a játékrészt a dob. Ott marad. Szilvesztre, Szilvesztre, jaj, Szilvesztre, hol van a korong? Most szabadít fel a Dunaújváros, de tilos felszabadítás lesz. Újabb Szilveszter csere, cselek. Aztán egy felszabadítás.
Tudor. Bent tartja a Gyergyó, Györfi. Most jön ki, és újabb kontra újvárosi részről, Györfi. Nem épp a legjobb helyre tette vissza, de megtartja a GHK, Tudor. Ütközés volt. Ez pedig így már kijött. Sándor Székely Ottó. Jól ment a rövid sarok irányába, nagyon gyors játékos ő is. Császár, ott már sok. Lehet, hogy a harmadik csel már nem kellett volna, de megtartja a Gyergyó. Császár. Biro Gergő. Sándor. Ő is meg tudja tartani. Biro Gergő. Jól jár a korong. Lövés. Hozzáér Kovács. Na, még egy ökölcsata. Jaj, szegény játékvezető. Jaj. És ez is Gyergyói győzelemmel zárul. Nem mondhatjuk, hogy Biro Gergő kezdte ezt az ökölcsatát. Ő is kapott azért. Igen, itt kezdődött az egész szituáció Bubnovval. És aztán Bubnov volt az, aki nagyon forszírozta. És ez lett a vége. Kiszolgálják a közönséget a csapatok. Sándor Székely Ottó vigyorgott ott a kép előterében. Legalább Vincének lett beszélgető partnere itt a büntetőpadon, mint ahogy Gebeinek is. Gyergyói korongszerzés. 8 perc van még a harmadik harmadból. Ezt még elérik a vendégek. Jó lenne hokizni is. Ez egy nagy hiba. Rinne szerencsére pont középre érkezett a korong. Két 42. Ennyi van a harmadik harmadból. Továbbra is 9-4-es Gyergyói előny. Ebben a harmadban egyetlen találatot láttunk, azt Lőci szerezte Bobcsek lövése nyomán. Eddig 1-0-ra nyeri a harmadik harmadot a Dunaújváros. Gyergyói korongszerzés lehetett volna. Jó volt azonban a védő munka. Szári, lesz egy kiállítás. Szári, Rinne közben lekorcsajázott, Szilveszter. Fejes. Emberelőnyben most már a Gyergyó. Szilveszter, ő be fogja vinni. Próbálkozott egy lövéssel, és most lép érvénybe a kiállítás.
van az iménti löket. Pont bele Rinnébe. Haranen. Jó passz. Megint Haranen emberelőnyben a Gyergyó Bobcsek kiállítását követően. Bodó. Szép. Gól. És Sebastian Silvestre is megszerzi a maga gólját. Tíz-négy. Jól ment az összjáték az ember előnyben, még Bodó sem lövi el, hanem visszateszi. Silvestre pedig fel a felsőbe. Kettő. Ennyi van még a harmadik harmadból. Pincé és Rinne. Kozma. És Rinne. Na aztán ott megint. Azt a betyárját. Ki gondolta volna, hogy ez ilyen bunyós meccs lesz. Szabó Krisztián nem az a fajta, aki el szokott korcsolyázni az ilyen esetektől. Helyet foglal a bíró mellett. Aztán oda is szólt valamit német Szabó Krisztiánnak. Hát ha fognak ők még találkozni ezen a mérkőzésen, az érdekes lesz. 6 perc van még. Nem gondoltam volna, és sokan nem gondoltuk volna, hogy ez ilyen balhés összecsapás lesz, főleg az eredmény tekintetében. Német Árpád és Szabó Krisztián csatája nyomán zajlik most a beszélgetés, csak elnézést, a kiabálok, csak olyan hangosan szól a zene itt a csarnokban, én nem hallom saját magam. 6 perc és 6 másodperc van még a harmadik harmadból, de hát hosszú találkozónk lett itt a sok megszakítás miatt. Adtak munkát a játékvezetőnek a felek. Előkerült a jegyzett füzet is, most már nem lehet másképp számon tartani.
szappanos beszélgetott Rédai játékvezetővel. Saul Krisztián hihetetlen, mint az ablakon néz neki a Csomartáni kiküldte Szabót. Igen, csak az ajtót nem csukta be maga mögött Szabó Krisztián. Így már biztos, hogy nem fog a mai mérkőzésen találkozni Szabó és Németh Árpád. Öt percet kapott Szabó, öt percig ember hátrányban lesz a Gyergyó, úgy tűnik. Mérkőzésből pedig 6 perc maradt. Hát volt itt esemény bőven. Most már csak újra indulhat az a mérkőzés. Azt hittük, hogy befejezik ott a beszélgetést, akkor Gudás visszahívta Csomortánit. Továbbra is áll a játék. Pedig Bíró Gergő a kölcsatája. Pedig Sebastian Silvestre gólja. És ugyancsak a Gyergyői Hoki Klubtól a 26-os Kozma 5+20 perc végleges fegyelmet kapott. A Dunaújvárosi Acélvikáktól a 86-os Németh 5+20 perc végleges fegyelmet kapott. Kozma Zsolt is kimegy, szegény nem érti. Most szintén megvalva mi sem nagyon. A Gyergyói ember hátrány nagyjából a mérkőzés végéig. És elkezdődik az adogatás. Próbálkoznak távoli lövésekkel, szappanosék szereztek már innének így gólt ezen a mérkőzésen. Újabb lövés. Szári csapat oda, így nem indít kontrát a Gyergyó, minek is, ember hátrányban. 5 perc és 20 másodperc van a végéig. Török. Csibi.
el is szabadít Ferenc Csibi Róbert, ő is szerzett ma gólt. Györfi. Ez kijön a másik oldalon, nem nagyon tud helyzetet kialakítani a Dunaújváros. Tranka. Ő is kidobja. Megint felállni a dab. Nagyon kellett oda az az érintés Gyergyói részről, mert bajban lett volna Rinne, ha ez eljutott Szappanoshoz. Ott van még. Ismét Szappanos. Ez a visszatett karong nem jó. 2 perc, 20 másodperc a Gyergyói ember hátrányból. 3-22 a harmadik harmadból. Szigeti kér cserét, miközben jön a következő dunaújvárosi akció. Jó cselek, bevés. Rinne. Kereken 3 perc van a harmadik harmadból, gólgazdag találkozott, 14 találat esett. Rinne megpróbált felszabadítani is már egy úttal. Török hozza fel. Jól megy át ott Csibi mellett. Nem történt szabálytalanság. Valószínűleg el fog csordogálni ez a 2,5 perc. Ismét Török próbálkozott lövéssel. Azt felpattant a kapu mögötti hálóra. Ez megint lövőhelyzet. Szabadít a Gyergyó. Egészen eljut Kovácsig a korong. Bobcsek. Újabb Dunaújváros roham. Török. 2 perc van még a harmadik harmadból. Pedig már Haranen dobja ki. Jó csel. Nem vállalt lövést a Dunaújváros játékosa és újabb Gyergyói felszabadítás. 1-22-vel a vége előtt. Sokára elkezdődik az utolsó perc is
néz ki, hogy az utolsó harmad döntetlenne a záról. Vinne! Nincsen gól! Nem sokan múlt, hogy megszerezze az ötödiket a dab. Továbbra is tartják a korongot, és megint a rövid saroknál próbálták meglepni Rinnét, ezúttal nem sikerült. Elakad. 22 másodperc van még. Kereken 20 másodperc van még a harmadik harmadból. Még egy helyzet beleférhet a dobnak, sőt! Rinne véd ezúttal. És most van vége. Győzelemmel kezdi az új szezont a Gyergyói Hockey Club. Négy arányban múlja felül Dunaújváros Szilassi Zoltán csapata, holnap pedig a Titánok vendégjátékát láthatjuk itt Gyergyószent Miklóson, természetesen élőben. Azt hiszem, jó kis találkozót láttunk. A Gyergyó elindult egy teljesen új úton, csak úgy, mint a Dunaújváros, akiknél az építkezés most a legfontosabb, hogy visszaérjen oda a dob, ahol a helye van, és ahol hivatott lenni. Ezekkel a képekkel búcsúzom. Végeredményt áll Gyergyói HK, Dunaújvárosi a CVK-k 10-4. Köszönöm szépen kollégáimnak, Keresztes Zoltánnak és Rokai Attilának a közreműködést. Önöknek, hogy velünk tartottak. Tegyenek így holnap is. Mindenkinek szép estét, kellemes hétvégét, viszontlátásra, viszonthallásra.